Üdvözlöm a szerdehelyzet műsor nézőit és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Köszöntök mindenkit! Attila, van egy ötletem. A Trencsinelli mérkőzésről beszéljünk úgy, hogy magáról a tényről, hogy 3 pontot szereztünk, de szerintem, ha mérkőzés minőségét fogjuk elemezni, akkor nagyon jó, ha beszélünk a mérkőzés minőségéről, nem csak a mi teljesítményünkről, mert főleg, ami nem tetszett, azt hiszem soknak, és lehet, hogy nem is tudatosítjuk a mérkőzésnek a minősége. Hát igen, mindig azt szokták mondani, hogy egy jó meccshez 2 csapat kell. Itt egy se volt, véleményem szerint, és nagyon kevés olyan pozitív dolgot tudok megemlíteni egész mérkőzés folyamán, ami történt a pályán. Ami megemlítésre méltó. Szóval be vannak a csapatok már szerintem állva, időjárás is, amit már emlegettünk, hogy hideg van, ilyenkor nem jó focizni. De hát le kell játszani ezt a bajnokságot, és még van hátra 3 meccs, ha jól tudom, ugye, jól emlékszik rá. És hát mi azért gyűjtögetjük a pontokat, hát 2-ből 2, ez azért nagyon pozitív dolog. Jó, akkor szerintem mielőtt megyünk a apró dolgokra, akkor szerintem zárjuk úgy le, hogy ezt, ha akarjuk, akkor se tudjuk minőséges focinak nevezni, és hiába 3 pont, azért az a rossz szájéz ott marad, mert nem csak, hogy a dacot akarjuk, hogy jó focit mutasson, hanem egy jó mérkőzést is akarunk látni, ami ez nagyon messze volt egy minőséges mérkőzéstől, nem is tudom, hogy a edzők mit is akartak, illetve a játékosok mit is akartak csinálni a második fél időben, mert focihoz kevés köze volt. Viszont itt az a tény, hogy 3 pontunk van, és a csapattal valami történik. Kezdjünk a 3 ponttal. Hát én azt gondolom, hogy az egyik pozitívum az a egész meccs folyamán, ami történt, az a szép gólunk, amit rúgtunk. Nagyon tudatos volt, Veselovszky kijött a szélére, ugye azt már láttuk az előző mérkőzésen, Senyica ellen is kijött a szélére. És ha én jól látom a képernyőn keresztül, akkor Veselovszky felnézett, és utána, amikor rúgta azt a labdát, nem oda nézett, ahova passzolt a Balicsnak, hanem volt egy ilyen más nézés, nem oda nézett, ahova passzolt, és gyönyörűen a másikul nem oda rakta azt a labdát, azt a passzt, ahova sokan rakták volna be a sűrűbe, hanem jött a másik hullám, a Balics, és gyönyörűen oda távolta neki. Én szerintem ez Veselovszkynak egy olyan pozitív, hát mondhatni nagyságát, hogy ezt nem csinálja mindenki, és ezt nagyon kiemelendő. És az még, hogy ezt a támadást, hogyha megnézzük a felvételről és a meccset, akkor 7, azt hiszem, hogy 7 támad, 7 játékossal támadtunk, szóval ez egy pozitívum volt. Hát utána aztán belelangyosodtunk a meccsbe. De viszont ezt is említhetném pozitívumnak, hogy egy 0 után, vagy 0-1 után visszaálltunk védekezni, és próbáltuk a kontrajátékot, ami nem mindig tudtunk megvalósítani. Hát a másik fél időben például ott volt Anzuanának a óriási zicsere, amikor belül azt hiszem még Han Jani volt fönt, amikor nem tudta bepasszolni a labdát. Szóval benne volt a pakliba a másik gól, de az is benne volt a pakliba, hogy mi kapjunk egy gólt, és én úgy gondolom, hogy Jedličkának köszönhető nem kaptunk. Igen, ott még visszatérve a gólunkhoz, tényleg meg kell dicsérni ilyen Veselovszky. Örülök, hogy folytassa azt a pozitív feelinget, amit küldött a nyilvánosságra a teljesítményével az első mérkőzésen, és meg is lett a gyümölcse, mert tényleg fantasztikus gólpasszba volt szerintem. Én nagyon értékelek ilyen passzokat. Lehet látni észt benne, és a gól is szép volt, és az jó, hogy a Balics elkapta a fonalat a múltkori mérkőzéssel ellenben, amikor egyszerűen frekvencián kívül mozgott, de ezt az akciót gyakorlatilag a Vera meglepően párbajt nyert, és szépen felvitte, és utána vitte el a labdát a Veselovszky. Nem véletlenül említem Vera nevét, mert még mindig megosztó játékos, és talán most már többet is tudunk róla beszélni, mert egyik legfrekventáltabb és legérdekesebb téma, és olyan kettős szerepe volt ezen a meccsen is.
valahol számomra meglepő volt az, hogy például Vera milyen magasságban játszott a jobb back posztról. Szóval ez nem változott a csapatunk játékával, hogy a két szélső back ugye feljár. Hát ez a korszerű futballnak egyik tényezője, szóval ők meg, és a Vera bírja a ritmust, nagyon nagy munkabírású játékos. Viszont én úgy látom, hogy voltak neki álmok futásai, amikor ott hagyta a pozícióját, és eljárt, és aztán rá kellett szólni, hogy gyere vissza. Számomra is megosztó a srác, mert én már említettem a múltban, hogy itt fizikailag ez a srác, ez talán, hanem nincs ott fizikailag, és erre, hogyha ráér ez egy olyan ellenfél, akinek van rá egy olyan csatára, akkor ezt ki fogja tudni használni. És egy idő után, hogyha Vera megfogan azon a poszton, amit nem nagyon tudok elképzelni, akkor majd rá fognak játszani csapatok ellen. Szerintem pontosan eltaláltad a lényeget. Ezen a mérkőzésen is megmutatkozott, hogy ami már következőben nem biztos, hogy lesz, mert megismerték a Verát, hogy teljes mértékben, jó, gondolom sok csapat már tudta, de most úgy igazán lehetett látni, hogy tényleg van benne valami érdekes, és jól is játszik, viszont a teljesítmény egy komplex dolog, amit nem csak fázisokra lehet így szétboncolgatni, hanem az a fontos, hogy az egész 90 percet, vagy nem tudom, 55-et játszott, hogy mit produkált. Na most ott volt az első fél időben, ahogy láttam én a tribünen, sok pozitív dolog, viszont nagyon gyorsan rájött az ellenfél, mit kell csinálni, és ott tényleg nagyon jó volt a csere, levette, mert szóval a levegőben volt, hogy itt valami történik, mert kimondottan háromszor kiütötték, mint a hokiba, test előtt. És olyan szituba, hogy szinte elpattant, és azonnal olyan forba került az ellenfél, hogy ott már gól is lehetett volna. Hát igen, különben a becserélt Blackman se hozott valami effektet a játékunkban, mert nagyon rosszul szállt be szerintem Blackman, nagyon rossz passzai voltak, látom rajta, nincs mérkőzésben. Én ezt valahol ráírom ezt erre a időjárásra, hideg van, nem jó focizni ezeknek a melegebbhez szokott játékosoknak. Még annyit csak hozzátennék Vérához, hogy lehet mondani azt, hogy Blacky most már talán átmenet, hogy Blacky fog játszani azon a poszton. Vagy lehet azt is mondani, hogy építjük ezt a Verát, de ezt csapat nem fogja megvenni tőlünk egy nagyobb összegért, mert nincs az a ilyen fizikumú back, ez nincs az a, hát van szerintem, de én biztos nem venném meg. Ha tovább akarunk lépni, akkor komplexebb játékosok lehetnek, nem lehetnek ilyen fél játékosok, akiket le kell venni 50. percbe. Mondom, nagyon jó volt, hogy azonnal levette. Talán a edzőben nekem legjobban tetszik az, hogy azonnal reagál, és nincs neki semmi traumája abból, hogy most ő akár 10. vagy 50. percben cserélne. Átmegyünk még arra, hogy milyen meccs volt, taktika, azt valahogy úgy jellemezte, hogy meg foci. Van benne valami, de menjünk át először a többi játékosokról, hogy milyen, kit lehet kiemelni, ami ezen a mérkőzésen nagyon nehéz, és ki az, aki akár más poszton, vagy lendíthetni lehetne rajta? Hát nagyon nehéz kiemelni, én talán Dimunnak a játékát középpályán, de hát hiányzott Schiefer Andris, én azt gondolom, hogy ez rányomta a bélyegét a játékunkra. Andrisnak a hiány egy csapatban, hát ma talán a válogatottban is hiányozna, magyar válogatottban is, hát itt kimondottan Andris azért az a rengeteg labdaszerzés, és az a rengeteg, mondhatni azt, hogy labda biztonság, ami a ő játékát jellemzi, és a megjátszások mindig jók a megválasztás, általában nagyobb százal, sokkal nagyobb százalékban jók a megválasztása, mint csinál a pályán. Szóval ez nagyon hiányzott a csapatunkba. Dimon, én azt gondolom, hogy most picit jobban játszott, ki is tűnt ott a szűrésbe, rengeteget találkozott a labdával, de bevallom őszintén, hogy például Anzuana játéka kimondottan csalódás számomra, még hogyha biciklizett is ott eleget, de ilyet nem lehet csinálni, hogy van egy kontratámadásunk, és beleíveli a kapusnak a kezében a labdát, amikor lehetne 0-2 is.
Ezek olyan necces dolgok, hogy Anzuanat már itt nézzük elég régen a Dac csapatába, és persze vannak neki jobb meccsei és kevésbé jobb meccsei, de ha ilyet csinál, de hát mondom, ő is egy, azt hiszem, afrikai játékos, már nem akarok belemenni, hogy milyen nemzetiségű, de biztos, hogy hideg van, már nem olyan a foci, ilyenkor szok fájni, emlékezőre szoktunk beszélni, ilyenkor fáj a foci már egy picit. Szerintem a játékosok is alig várják, hogy leteljen ez a bajnokság, és majd legyen egy kis pihenő. Eléggé megviselhette őket az edzőcsere, most ezek a balhék, amik voltak, és ez pszichikailag nem. Viszont azt látom, hogy masszívabb kezd lenni a csapat úgy védekezésbe, visszaparancsolja őket az edző. Emlegettük, hogy ezt a focit is, hogy 1-0-ás mérkőzéseket követeltünk, ugye nem biztos, hogy megnyerjük például Antival vagy akár Storkkal ezt a meccset. Még annyit hozzátennék, hogy oké, most ha arról beszélünk, hogy milyen minőségű mérkőzés volt, akkor azért jó, ha megemlítjük azt, hogy itt hozatos hideg volt, és ráadásul ez a műfüves pálya, az kész katasztrofa, úgyhogy ezt meg kell adni, hogy ez is benne volt, hogy most nem csak arra kell fókusz tenni, hogy a játékosok mit produkáltak, két csapat mit produkált, hanem egyszerűen írtózatos, ilyen időben nem lehet olyan pályán játszani. Hát igen, és a műfűes pályát aztán még öntözték is ott, tehát ez kellemetlen dolgok ezek. Természetesen megemlíthetjük azt, hogy ők a profik, és ez a szakmájuk, és akkor most le kell játszani a bajnokságot, meg stb. Ez nem mindig így van, azért vannak irreális dolgok is, és ez én szerintem ilyen hideg, már kellemetlen, már ne emlegessük ezt a kellemetlen, mind a két csapatnak ilyen kellemetlen volt, és egyik csapat se játszott úgy, ahogy. Na most picit belenézve a taktikába, amit ugye a másik félidőben nagyon szépen meg lehetett volna játszani a 4-4-2-t is, és a két gyors csatáról pedig. Én a negatívumnak azt látom, hogy az a labdatartás, ami már volt nálunk, egyszerűen kiveszett. Az a utasítás van a játékos fejébe, ahogy én látom, hogy a labdaszerzés után minél előbb megjátszani és azokat a játékosokat, akik talán tudnak kontrára játszani. És ez a Trencsén kitámadott, letámadott, és picit zavart keltett. Úgyhogy az a labda biztonság, hát pedig hát ez a műfűves pálya az elég egyenletes, szóval nem volt olyan, hogy most megfagyott talaj, vagy ilyesmi. Szóval itt azért tudtunk focizni mi Trencsénbe, annak előtte is ezeken a műfűves pályákon tudtunk mi focizni. Csak kiveszőben látom ezt a labdát, és most egy picit alábeszélek a értékelésemnek is, hogy ez a előfordul futball, mert nem találtuk meg azokat a játékosokat, akik talán meg tudtak volna futni. Nem találtuk meg Hányanit, nem találtuk meg Anzuanat, talán egyszer találtuk meg azt a üres terület, amikor kidobta magát. Szóval én ezt hiányolom, és ezt én azt gondolom, hogy nem is a edzőnek a hibája, hanem ez a játékos, akinek ezt meg kell valósítani a pályán. Pontosan itt a mérkőzés előtt mondtam neked, hogy mit hozott szerintem az első gól a mérkőzésnek. És igen, ezt így hozzácsatolom, ezt a két gondolatot, és abszolút igazad van, mert van itt összefüggés. Az a első gól, persze fantasztikus, 3 pontot hozott, gyönyörű akcióból volt, és tényleg öröm mindenkinek. De végeredményben ez a negyedik percben ez a gól megölte a focit, és megölte a kreativitást és a aktivitást mindkét csapatnál. Megjegyzem, Ribnicsek a klubtulajdonos, szüntelenül ordibált már kurvázott még, mit én tudom, mit a egész, micsodára, és aztán ment le, és mellettünk 1 méterre, ahogy a Peti csinálta a lájót, akkor mellettünk oda ment a korláthoz, így 1 méterre mellettünk, talpával, azzal a méregdrága cipőjével, talpával végigordította a legnagyobb vulgarizmusokat, és szétrúgta a plexit, ami ott volt, és kirúgta a rámából, akkor erővel belérugott. Szóval ez a frusztráció ott volt a Trencsén teljesítményében, és szerintem a mélyeink még edző látta, hogy ezek semmire se lesznek képesek, akkor várjuk ki, és akkor végigjátsszuk ezt a mérkőzést, és meg lesz 1-0 elég. Az egész taktikánkban tudatosságot láttam.
Az, hogy mi heten támadtunk abba a szituációban, amikor Balis berúgta azt a gólt, az valaminek a mutatója. Az, hogy az első gólt kerjem, hogy rúgjuk meg, amit mindig is követettünk, hogy mennyire fontos az első gól a meccseinken, és aztán gyönyörűen visszaálltunk, és ez a Janeiro, én hallottam szerint ellen, hogy mennyire, hányszor ordított defenzív feladatokkal látta a játékot, akár a Dimut, és már végén talán 5 védővel játszottunk. És ez nagyon jó föl van ez állítva, hogy megrúgjuk azt a bizonyos gólunkat, aztán vissza, aztán gyere és alkos. És hát most ezek a csapatok, akik itt vannak ezekben a Fortuna Ligában, hát melyik tud könyörgöm alkotni? Hát egy kezem, ha 3 ujjamot lecsukom, akkor is csak 2 csapat marad, az is csak enyhén szólva. Megemlíteném azt, hogy látom pici tétovázást a meccsen, mégpedig a középpályás, kiesett a Schäfer Andris, és akkor a középpályán hiányzott egy ember. És nem tudtuk, és nem ment be Nebila. Hát érdekes, de vártam, hogy mindenkit bevetett már, csak éppen Nebilát nem, de lehet, hogy Nebila sérült, vagy teljesen úgymond nem lát benne annyit, mint a Anti látott, vagy akár a válogatott edző lát benne, mert ugye Nebilát azért behívják a válogatottba, és ez nem valaminek a mutatója. Szóval valahol, és ránéztem a cserékre, valahol egy picit olyan középpályás hiány volt most, mert Veselovskit ott levette, és Dimun úgy egyedül maradt. Nincs az a tipikus középpályásunk a padon, aki ha kiesik. Én véleményem az most így kialakult a edzőnek a fejébe az, hogy Dimun, Veselovski, Schäfer Andris, és hát én azt gondolom, hogy ezeket most már próbálgatja, de hogyha Schäfer Andris lesz, akkor szerintem Veselovskit lent fogja hagyni, és akkor más, hogyha taktika is változik, akkor más feladata, és ő fogja majd akár a Dimunnak a gyengébbkét, vagy akár a Schäfer Andris cseréjét fogja várni. Meglátjuk, ez most olyan még visszatérve csak arra, hogy amit említettél a kérdésedben, úgymond a bátran nyúl bele a játékosokba ez az edző, nagyon bátran. És én azt nem hiszem el, hogy nem videózott a múlt, amit múltban játszottunk mérkőzéseket, és azért látott teljesítményeket ott, hogy hopp, ezen a poszton játszik, és bátran megcseréli a posztokat is, úgyhogy már mint úgy gondolom, hogy lent hagyja azt a játékost, és akkor aztán becseréli. Én még abba csalódtam a legnagyobbat a kontrajátékban, amikor 4-4-2-t lehet játszani, és kevés volt az ellentámadás, amit egy zónázós védekezés után, labdaszerzés után, egy segédpassz után meg lehet játszani a csatának. Emlékezzünk rá, amikor mondtunk, beszéltünk arról, hogy mit is játszonnánk a Dunaszerda ellen, hogy lenne egy kitolt csatár, és akkor üres területekbe dobni ezeket a labdákat, amiket megszereztünk. Nem látom azt, Hán Jani talán most egy kicsit úgy hullámvölgyben van, mert én azért többet várok tőle individuálisan. Volt szituáció most, hogy egybe volt, és passzot választott. Tehát egybe 16-os előtt a megválasztás az, hogy be kell vezetni a 16-osba, meg kell csinálni a bekket, és be kell rúgni a gólt. Szóval, hát majd ezeken én szerintem edző fog javítani. És csak még lesz egy olyan szituáció is, mikor ellenfél rúgja az első gólt, és akkor majd nekünk fog kelleni alkotni. Azért erre is fókuszáljunk rá, hogy például a Szenyice ellen, hogy mit tudtunk alkotni, milyen centereket rúgtunk, mi, és akkor benne volt a gól kapás, ha kidolgoztunk helyzeteket ott, de azért benne volt az is, hogy ellenfél rúgjon gólt. És ha jön egy attraktív ellenfél, akár Európából is majd említhetjük, majd jön egy európai csapat, aki azt fogja mondani, na megnézzük a Dacot, hogy mit is futballozik ez alatt a portugál alatt, és akkor kielemezik, és akkor 3 húzás ott lesz. Hát ezeket a dolgokat azért figyelme kívül ne hagyjuk. A meccshez egy sztori. Peti a mérkőzés után odajött hozzám, és azt mondja, hogy ebből a meccsből csak egy videó lesz. Nem akartam neki akkor mondani, hogy én azt gondoltam, hogy egyet sem fogsz tudni csinálni, mert tényleg azon kívül, hogy szétrúgta a diriük a plexit, akkor ilyen az volt a egyik legérdekesebb jelenet. Ja, még volt ottan az asszisztensek, hogy mit csináltak. Te jó ég!
Hát az tényleg elszakadt a húrottan. Nagyon közel voltak a kontumációhoz. Azt hiszem, hogy Trencsénben kezd elfogyni a türelem, azt, amit mesélsz, és kezd elfogyni a türelem, és azt gondolom, hogy nem is, hogy edzővel, hanem a csapatom, a játékosokkal. Nem gondolom azt, hogy a tulajdonos edzőre lett volna annyira mérges, hogy szétrúgta a 500 eurós cipőjét. Volt az ezer is. Volt az ezer is, mindegy. De én azt gondolom, hogy a játékosok, amit megtettek a pályán, azt látták kevésnek. Lehet, hogy az asszisztens, ott a segédbíró is, vagy a negyedik bíró is valami konfliktus, nem látom, de kétszer-háromszor a kamera rámutatott arra, hogy ott az is egy nagyon földült állapotban volt. És még csak azt, hogy benne volt egyfajta élc a Hlinka nyilatkozatában a végén, de ezeket a élceket már olyankor el kell hagyni, amiről beszélsz, édes barátom, hát elvesztetted a meccset, ha rúgják két gólt, és akkor majd nem. Hát lehet, hogyha fönt lett volna a pályán, ő fejel egyet, mert ugye jól fejelt annak idején, de hát ilyen élcesen úgy nyilatkozni, benne volt egy picit az, hogy a másik fél idő így, meg úgy, hát nem tett ez a Trencsén meg semmit se, az, hogy megnyerje a meccset, hát nem pluszba semmivel. Nem szakadt meg, mint a véres hurka ott az a pályán, szóval. Következő mérkőzés. Hát azt gondolom, hogy nem okozhat ez nekünk. Most elő fog jönni az, hogy Pohronyi ellen ugye alkodni fog kelleni, ők szerintem betonozni fognak, egy X-es meccset szeretnének játszani. Majd most itt előjön az, hogy hogyan fogunk tudni gólt rúgni, elő fog jönni a játékosoknak a individualitása, mennyi a Blackinek, a Davisnek a centerjei, hogy mennyire fog pontos. Mennyire lesznek pontosak, szóval ezeket most ilyen meccseken fog kellene, ez teljesen más képet fog alkotni, mint a trencséni meccs. Én azt gondolom, hogy itt fog kelleni, majd megint marad a Kruzsliak és a Muhamed Begovic hátul, és akkor majd félni fogunk attól, hogy megfusson valami gyorslábú csatár. Szóval ez teljesen más látkép lesz ezen a meccsen, én szerintem, de nem lesz gond, én szerintem azt gondolom, behúzzuk ezt a meccset, és akkor már egy jó sorozat, 3-ból 3, és aztán utazunk Szlovánra, úgy gondolom. Itt ez a Pohronyi elleni meccs, ez teljesen más lesz. Én azt gondolom, hogy Hán Jancsit megint fogja szerepeltetni. Lehet, hogy Saranit beviszi már, mint a feljátéka és a magassági fölényt kompenzálni, de itt az lesz, hogy ki fogja megint, rúgjuk azt a egyet, és aztán hogy fog majd alapulni a meccs, hogy meg tudjuk rúgni a másikat. Én a hazai mestertől várom azt, hogy például a Hán Jancsival kapcsolatosan, hogy a Veszelovszky egy jó szupport lesz a Hán Jancsinak, ezzel a okos passzokkal, pont ilyen befutókra ideális, szóval itt ezt a párost szerintem fogom figyelni elejétől fogva, Hán Jancsi és a Veszelovszky, persze felteszi őket, mindkettőt. Még talán végére egy gondolat tőlem, hogy igen, hogy azért olyan meglepő dolog nem történik, mert sajnos el kell mondani azt, hogy az a kezdet az egész őszi szezonra, őszi szezon befolyásolta, és az, hogy mi építünk egy csapatot, akkor gyakorlatilag azt fogja mutatni, hogy nekünk az egész őszi szezonban lesznek pontjaink, de maximum két jó meccset játszottunk, ahol szakmailag is még azt lehet mondani, hogy oké volt, és a nézők is elégedettek lesznek. Szóval szerintem még egy ilyen őszi szezon, vagy tavaszit nem szabad megengedni. Így van. Én arra fókuszálnék most így, ahogy mondod ezt, hogy talán Jedlicskától olvastam egy nyilatkozatot, hogy ez az edző nagyon emocionális. Most már nem akarok magammal példázgatni. Ez nagyon jó pszichológia. Az, hogy mennyire ragadja magával a játékost, a edző edzésen, nem muszáj, hogy mérkőzésen, természetesen mérkőzésen is van az a pillanat, amikor
Például látom azt a Senica ellen itthon, amikor emlékszel a szituáció, amikor Anzuan átugott a lábot. Emlékszel, beszéltünk is róla. No, akkor a Erző robba, op, és már. És ezeket a szituációkat edzésen Janeiro biztos, hogy nagyon beleél, nagyon munkamániás az, hogy most. És ez, hogy miért kellett edzőváltás? Ezért. Pontosan. Ez a jó edzői emóció, ez jó lesz. Nem szabad neki elszaladni, mint például Hibalának sikerült, még nem tudom, ki volt az edző, aki elszállt. László Csaba. Igen. Igen. Keretekbe kell tartani ezeket a dolgokat, mert racionálisnak kell lenni. Viszont ez az emóció nagyon jó, és nagyon kell ennek a csapatnak, mert látni rajta, hogy ahogy nincs összhang, és nincsenek eredmények, és problémák vannak, akkor rideg a csapat, a csapaton belül minden, és rideg a kabin, és látod, igaza volt a srácnak, hogy ünnepeltek a meccs után. Hát ez tényleg olyan volt, szikicaka, tényleg olyan télies hangulata volt az egésznek. Biztos vagyok benne, hogy az. Ezek már fájnak, ezek ilyen meccsek, pláne mikor már ellenfél nyom, és ne kapjunk ki, vagy ne rúgj, ne egyenlítsen, szikailag is megviselni. Ezek fájnak, ezek a meccsek, és pontosan ezek így. Hát most lehet venni, most például orosz lehet, hogy még lefutbalozott volna még egy meccset. Biztos, hogy Cigányik, ha felrakom még egy meccset, akkor lefutbalozik még egy meccset. No, de Anzuana nem biztos. Szóval ezeket kell összekovácsolni ennek a edzőnek, és én ezért mondtam, hogy nagyon jó választásnak tartom. Láttam azokat a emóciókat, amik Kisvárdán a kispadon csinált, a gól öröm, akár a Fradit, mikor megverték. Ezekkel a dolgokkal lehet föléleszteni azokat a leült játékosokat, akiket magával kell ragadni, és aztán el kell dönteni azt, hogy most ez a játékost magammal tudtam ragadni, vagy inkább adjuk a francba el, mert nem való a DAC-ba. Van ilyen egy pár. Igen, mondom, most ilyen időszakban nem lesz olyan szerintem, és már sok minden dolog miatt nem lesz olyan, amire mi emlékszünk, és ez már egy ilyen tényleg ilyen nosztalgia téli időszakban, ugye hidegben, akár edzés után, vagy meccs után a forró tél, és milyen jó volt. És akkor ültél ottan, és a Riharőjel még, ez már régi idők focia, ez már nem lesz sajnos. De hát valamilyen módon a új edző ezt, ha ilyen habitusú, és tényleg fogja kordába tartani magát, akkor ezt valamilyen módon belenyomhatja a játékosaiba, és lehet, hogy kialakul, és tavasszal fogunk látni jó meccseket, meglátjuk. Ha még ebben őszi szezonban is, akkor ezt bónusznak fogom venni, mert nem várok valami egetrengető nagy meccseket. Meglátjuk a Szlovánt, én várom a Szlován ellen. Az megint más. Az egy külön fejezet a Szlován. Volt egy gondolatom például meccs után, így elmérkedtem, hogy ennek az edzőnek, hogyha kezébe adjuk azt a Stork-féle csapatot, vagy akár Hibala-féle csapatot, hogy mi lett volna. Ez egy nagyon érdekes gondolataim támadtak azzal, hogy például van egy Ramírez elől, vagy akár annak idején még akár Lubicsicsak, hogy kezelte volna ezeket a dolgokat ez az edző? Ez érdekes. 7 év alatt volt itt rengeteg jó játékos, de sohasem találkoztak, hogy akár ilyen All-Stars kialakítottál volna, mert más idő van, lehetett volna ezekből a játékosokból is. Nem azt mondom, hogy a 80-as évek csapatját, de a legjobbakat összerakott, az igen jó csapat lett volna. Jó, jó, voltak itt nagyon jó futballisták. Nem voltak, mindig más időben volt. Mindig más időben, mindig aztán adtuk el őket, mint a ménkű. Hát akkor is hajrádatsz, nem Tibi? Pontosan, köszönöm. Hajrádatsz. Hajrá, Dac!